A hazai női futzálkrémje szinte hiánytalanul jelen volt a tolnamezsiek hagyományos, immáron 18. nyári felkészülési tornáján, a Telena kupán. A hétcsapatos mezőnyben szerepelt az idei bajnok debreceni EOS, a tavaly előtti győztes fővárosi testnevelési egyetemese, a stabil élcsapat miskolci Vénusz, no és a házigazda az idén nevet változtató 2FBAU tolnamezs. Az alacsonyabb osztályt képviselte a Paksi Ese és az Újpest együttese. A hétcsapatos mezőnyben tolnamezs futzálese néven szerepelt még, és csak erre az alkalomra állt össze három klubból, a Debrecenből, a Miskolcból és a tolnamezsből verbuválódott csapat, amelyben a múlt és a jelen együtt volt. Valóban nehéz a női futsal helyzete, mindig a nagypálya árnyékában mozgott és mozog is. Nemzetközi szinten egyedül a válogatott az, ami UEFA szinten Európa-bajnoki selejtezőt, illetve Európa-bajnokságot rendeznek. Klub szinten jelen pillanatban még nincsen. Ez a csúcs nálunk a női NB1, illetve a női NB2, ami országos szintű versenyszervezés van. A Telena kupán mindenképpen az a fő cél, hogy egy nap leforgás alatt a lehető legtöbbet lépjenek pályára a csapatok. Így mindenki játszott mindenkivel körmérkőzéses rendszerben. Ez persze úgy volt lehetséges, hogy nem egy teljes, hanem csak egy félidős, azaz 25 perces meccseket játszottak a csapatok. Jól sejtették a hazai tolnamezsiek, hogy a tavalyi bajnoki döntő párosítása lesz az a meccs, amely az idei kupa győzteséről fog dönteni. Igaz, a Deacnak volt már egy veresége, de a hazaiak legyőzésével még helyrehozhatta volna ezt. Óriási és helyenként nagyon magas színvonalú csata zajlott mindvégig a pályán, már-már úgy tűnt, hogy csak a hosszabbítás vagy a büntetők dönthetnek az idei Telena kupa sorsáról, ám egy nagyszerű hazai támadás végén szépségdíjra érdemesült góllal Vámosi Georgina parádes átadása után Nagy Noémi még parádisabb kapáslövésével itthon tartotta a 2FBAU tolnamezs a díszes serleget, a Telena kupát. Spontán így jött, de egyébként mostanában egyre többször tartunk levegőben labdát, és az egész gól előtti, tulajdonképpen az egész szituáció az volt, hogy a Vámosi Ginától is a levegőben kaptam a labdát, és aztán a levegőben sikerült valahogy tovább játszani a kapuba, úgyhogy nagyon örülök, hogy ezzel tudtunk nyerni. Némi kárpótlás jelentett mindez az elveszített bajnoki döntőért. A győzelem értékét tovább növeli, és rámutat a tolnamezs keretének erősségére, mert hogy olyan alapemberek nem léptek pályára ezúttal, mint Szalkai Kitti, Csapó Orsolya, Bajsi Krisztina és Horváth Hanna, de így is veretlenül, azaz 100%-os teljesítménnyel Revelany Zoltán csapata nyert. Ez a hat mérkőzés megmutatta, hogy azért elég erős a keretünk és mély, mennyiségileg és minőségileg is meg vagyunk. Igazából egy teljes sor hiányzott, akár egy kezdősort is mondhatok, hogy hiányzott, de mindezek ellenére, akik tavaly kevesebb lehetőséget kaptak, illetve az újak és a sérülésből felépültek, nagyszerűen helyettesítették őket. A 2FBAU tolnamezs csapatának fiatal saját nevelésű gólerős irányítóját, Vámosi Georginát választották a torna legjobb játékosának. A legjobb kapus külön díjat a már említett tolnamezsi csapatból Kulcsár Panna kapta. A torna gólkirályát a debreceni egyetemisták adták a 8 gólt elérő Horváth Viktória személyében. Természetesen megválasztották a tornán legjobb teljesítmény nyújtó, legjobb tolnamezsi játékost, a szakmai zsűri Nagy Noéminek ítélte oda ezt a díjat. A fővárosi játékos 3 év elteltével, mint elmondta, már nagyon kötődik az itteni csapathoz és Tolna városához is. Nagyon jó itt a csapategység, az edzői stáb, mindent megkapunk az annak érdekében, hogy tökéletes munkát végezhessünk. Nagyon jó a fiataloknak meg az időseknek az aránya, és nagyon jó csapatot alkotunk együtt. Az idősebbek és a tapasztaltabbak közül kevesebben voltak most itt, de mutatja a csapat erejét, hogy sokan vagyunk, mindenki bevethető, és mindenki oda teszi magát a meccseken. A bajnoki főpróba jó sikerült, a tavalyi bajnoki ezüstérmes részéről akár már holnap kezdődhetne számukra a 2021-22-es női futzálbajnokság. Mivel az Európai Labdarúgó Szövetség a női futzálban továbbra is rendez nemzeti válogatottak számára Európa-bajnokságot, a tolnamezsi csapatból akár fél tucat játékos is tagja lehet majd a bővebb válogatott keretnek.